Hadd legyen a hallgató, ki az utolsó kérdésbe kapcsoljuk. Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Bolgár úr, elnézést, én nagyon rövid leszek. Egy kritikát mondanék csak összesen. Tessék. Hogy nagyon sajnálom, hogy a hiteles mozgalomnak a képviselőjébe beléfolytották a szót. Mindenkibe belefolytom, mert különben nem lenne műsor. Higgy el, hogy több embernek kell megszólalnia. Egy kérdést fölvetett, a főtitkár úr válaszolt rá. Ha önnek ez a megjegyzése, akkor tudomásul veszem, de nem lenne műsor, hogyha mindenki nagyon részletesen fejthetné ki. Azt szeretném, ha többen tehetnék föl a kérdéseiket, köztük én is. Hát akkor csak annyit mondanék, hogy egyrésztről nem tartom jónak itt a forint hiteleseknek, meg a deviza alapú hiteleseknek az összehasonlítását. Tehát én más zsebébe mondjuk nem turkálnék, ezzel ezt a kérdést le is zárnám. A másik pedig, hogy a főtitkár úrnak azt a kérdést tenném fel, hogy nem lenne célszerű belőbb eldönteni, hogy akkor ki mennyivel tartozik, tehát a bíróság azt állapítsa meg, hogy valójában akkor mennyi a tartozás, és utána lehetne egyezkedni. Köszönöm szépen. Hát én azt gondolom, a banknak a nyilvántartása az alapvetően megadja a választ a tartozásokra. Nyilván már magyarokban van egy hajlam, hogy amit csak lehet vigyünk a bíróságra, én azt gondolom, hogy előbb-utóbb a bíróságok ezt a folyamatot meg fogják elégelni, és ilyen általános megoldásként zárják le ezt a sok-sok vitát, hiszen a megoldás az biztos, hogy nem a bíróságon keresztül vezet, hanem a felvált kötelezettségnek a betartásán a megoldáshoz. És ezekben a kötelezettségekben próbál ezek szerint segítséget nyújtani a bankrendszer is, és remélhetőleg a kormány is, és akkor a hármas összefogással az adós, a hitelező és a kormányzat segítségével enyhíteni lehet a problémákat. Ez a dolog lényege? Igen, én azt gondolom, hogy a felelősség és a múltbeli közreműködés is a három felen múlott, ennek megfelelően a terhekből is mind a három félnek arányosan ki kell venni a részét. Kovács Levente, a Magyar Bank Szövetség főtitkára, köszönöm szépen, hogy itt volt, viszontlátásra. Köszönöm.